Július elején Tímár közelében dolgozott a kombájn. Nagy port kavart a munkagép, mert nagyon száraz a termőföld. Hetek óta nem esett jelentős mennyiségű csapadék a megyében. Ezért az Agrárminisztérium is asszály sújtotta térségnek nyilvánította Szabolcs-Szatmár Bereget. Július 1-től jelenthetik a falugazdászoknak a termelők az asszálykárt. Azóta 50 ezer hektár esetében jelezték a gazdák, hogy jelentős kárt okozott számukra a vízhiány, mondta a televíziónak az Agrárkamara megyei elnöke. Itt a mi megyénkben körülbelül 60 ezer hektár bejelentés történt meg a hét elejéig. Ebből körülbelül 50 ezer hektár az, ami asszály, a többi esetleg ilyen, ami a gyümölcsösöket érintette, vagy más kultúrnövényeket. Ebből a kalászos körülbelül 17.200, és a kukoricára 15.000, illetve a napraforgó 7.700 hektára érkezett a hét elejéig kárbejelentés. A kárbejelentést folyamatosan várják a kormányhivatalban. Nem csak az étkezési növények esetében okoz gondot a szárazság, de a takarmányoknál is. Így az asszály az állattartókat is komolyan sújtja, mert nem tudják megvásárolni a szükséges élelmet az állataik számára. Rácz Imre szerint ez a probléma ősztől akár már a boltok polcain is érzékelhető lesz. Már nem is az a nagy kérdés, hogy anyagi problémák miért nem tudják beszerezni, hanem nincs, nem áll rendelkezésre. Akinek van, annak meg nyilván ott van a jószág, hogy magáról gondoskodik. És ez talán piaci zavart is okozhat a későbbiekben az élelmiszer ellátásban. Ugyanis a gazdálkodó úgy látja, hogy az állatállománya nem tudja biztosítani a takarmány szükségletet, akkor csökkenteni akarja az állományt. Ez most úgy tűnik, mintha az üzletekben még egyet. Mondjam azt, hogy nem érzékelhető, hogy húshiány lenne az üzletben, ha túl finoman fogalmazok, és lehet, hogy egyszerre fog elfogyni majd az a kínálat, ami ugye véges, és itt az elkövetkezendő időszakban a hús is egy olyan termék lehet, amiből hiány lehet a polcokon. A megyei elnök azt mondta, nagy segítség lenne, ha a közeljövőben jelentősebb mennyiségű csapadék esne, mert a földeken álló növények fejlődését az még javíthatná. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban a következő másfél-két hétben marad a kánikula.